Ő valami. Ezeknek a hőse egytől egyig nő. Egytől egyig nő. Tehát még ha a cím ezt nem jelzi, azt mondja, Fehér László Balladája. Hol van itt Fehér László? Fehér Anna Balladája. Aztán azt mondja, Kőműves Kelemen, ne tessék már mondani, Kőműves Kelemennének a balladája. Tehát egyértelműen kiderül. Befalazott asszony balladája. Tehát ha már típust fogalmaz meg, akkor egyértelmű. Tehát magyarán szólva a magyar népballada, a régi stílusú magyar népballada, az a női minőség kálváriája. Most ebből ki lehet találni, hogy egy műveltség, hogyha szerves típusú, akkor nem állhat fél lábon. Tehát ha van neki egy női minőség kálváriáját, szerves egészében, tehát teljes egészében hiánytalanul bemutató füzére, ez a népbaladák füzére, kell legyen egy másik, amelyik a férfinek a kálváriát mutatja be. Most ez azért nagyon érdekes, mert talán itt várható a közeljövőben a legtöbb meglepetés, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ugyanis hát elég nyilvánvaló, hogy a férfi központú és a balladával lényege szempontjából egy szinten működő, az nálunk vagy egyáltalán nem maradt fönn, vagy csak töredékesen. De tőlünk keletebbre meg annál inkább. Ezt úgy hívják, hogy hősének. Na most a hőséneknek megmaradt az utóélete, és vannak egész pontos leírásaink róla. Tehát megvan krónikás hagyományainkban, még Mátyás udvarában leírják, tehát Galeo Tomárcio például leírja, hogy ott tényleg énekelték a hősök tetteit, az a kortársi hősök tetteit is, nem csak a régebbieket. Tehát ez a hős ének, ez bizony kizárólag férfi főszereplővel dolgozik. Megjelennek benne nők is természetesen, ismerünk ilyet? Persze, hogy ismerünk, Kerekes Izsák balladája. Tehát nagyon lényeges, hogy ha fönnmaradtak, nem tud vele mit kezdeni egy mai folklórkutatás, tehát hova osztja be? Hát a balladához. Miért? Mert azzal egy szintben jelenik meg. De ahogy ezt egy kiváló Erdélyben dolgozó néprajzos leírta, szó sincs róla, a Kerekes Izsák ballada, ez nem ballada, az egy tipikus hősének. És mint ilyen gyakorlatilag egyedi. Tehát vannak a maradványok, meg vannak későbbiek, amiket nem is annyira balladák, a Basapista balladája például. Megölték a Basapistát, fejedelem katonáját. Csodálatos, dallammal együtt maradt fönn. Ezek tipikus hősének maradványok. Na most eddig nem volna semmi baj. Azt is pontosan tudjuk, hogy miért a hősének pusztult ki. Hát azért már hősének föltételez egy népen belül egy nemzet azonos uralkodót. Érthető? Egész egyszerűen nem lehet másnak ilyet énekelni. Na most, ha egy nemzet ellenes uralkodó, illetve uralkodó család kerül uralomra, az első dolga, hogy a hőséneket kiírtja. Lehetőleg a művelőivel együtt. Ahogy azt Arany János nagyon szépen megírja a Velszivárdokban. Tehát szó se lehet rá. Gondoljunk azért Tinódi Lantos Sebestyénre. Hát a szerencsétlen úgy ajánlja magát, hogy már az embernek könnyes a szeme tőle. Hát de kinek? Hát Ferdinándnak. Hát egy Habsburgnak. Hát ez egyszerűen sajnálni való. Vagy mit csinál egy Balassi? Elmegy már, akkor nincsen magyar királyság. Habsburg királyság van. Habsburgnak semmi köze a magyarsághoz. Annyi a közé, hogy nem tudta kiirtani a magyart. Mindent megtett ennek az érdekében. És mit csinál? Elmegy Erdélybe, az erdély fejedelemségben még élhet a hősének. Tehát Balassi Bálint első korszakában bizony hősénekeket komponál, ír, énekel, ameddig még egyáltalán ez a magyar fejedelmi udvar még létezik, ha kicsiben is Erdélyben. És utána kész, elveszett. Tehát ezeket nagyon kell tudni, igenis a férfi minőséget, mert a hősének az tényleg tetre serkent. Nagy elődök hősi példáival az utódban fölgerjeszti a hazaszeretetnek, a családszeretetnek, annak, hogy az első nem te magad vagy, hanem azok, akik rád bízattak. És ez gyönyörű, Basapista balladát, valaki egyszer majd hallja énekelni, tehát ez egyszerűen megragadóna. Szóval összeszorul az ember szíve. Annyira csodálatosan énekli el, hogy szép meghalni hazáért. Na lényeg az, hogy a hősének, igen ám, de itt van egy nagyon furcsa dolog. Hogy tudnilik,
azért az emberben elkezd mozogni a kis ördög. Pontosan, ez most valószínűleg angyalka lesz, de valami ilyesmi, hogy valamit nincs rendjén. Miért? Azért, mert kiejtettük azt a szót az előbb, hogy Kálvária. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én azt mondom, hogy a női minőségnek megvan a Kálváriája, akkor ez azt jelenti, hogy a férfi minőségnek is Kálváriája van. Most rendben van, Kálvária ez egy külön téma, hogy ez milyen szó, milyen eredet és így tovább, de most a fogalomra gondoljunk, ne a szóba akaszkodjunk bele. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon ez a hősének magyar nyelvterületen valószínűleg keresztútjárás jellegű volt. Nem tudom, érezhető ennek a súlya. Tehát magyarul minden hősének hőse magyar nyelvterületen egy krisztusi megjelenés. És ez így már nagyon kemény tétel. Na most mire alapozzuk ezt a feltételezést? Hogy is mondjam, csak megint nagyon-nagyon fiatal dolog. Tehát tulajdonképpen nem az én bölcsességemet mondom el most, ami egyébként is közismerten kevés van, hanem egy nagyon kellemes kollégámnak, ráadásul festőművésznek a felismeréseit. Ez pedig a következő. Amit mi keresztútjárás címen egyházi keretekben ünneplünk, az nem történelmi események 14 szakaszból álló füzére, hanem ez az emberré válás és az ember lehetőségeinek a kibontása 14 stációban. Na most, ahogyan ő ezt végigvitt, én most nem fogom elmondani mind a 14-et, csak hogy érzékeltessem, ezt majd ő elmondja, egyszer alkalmat teremtünk rá. Tehát lényeg a következő, amikor én azt mondom, hogy mivel indul a Kálvária, a keresztútjárás, gondolom tudjuk, ecce homo. Tehát bemutatja Pilátus a népnek a megostorozott, megkínzott Krisztust. Ecce homo, ima az ember. Na most ez az ember élet Kálváriájában a fogantatásnak felel meg. Tehát a földre születni vágyó embernek megmutatják, ez lesz a sorsod. Na most mi történik a következő stáció? Mi a második? Egy-kettőt még elmondok, aztán a többit majd gondoljuk végig. Jézus vállára veszi a keresztet. Na most ez minek felel meg? Annak, hogy megszületünk. Tehát itt az, ami a keresztútjárásban magyar nyelvterületen hangsúlyozom, mert ennek nem ismerem analógiáját. Se az, aki ezt megfogalmazta először, se én. Ez azt jelenti, hogy itt nem történeti alakról egy szimpatikus vagy ellenszenves zsidó gyerek, aki így vagy úgy megostoroztatik, és itt nem tudom, érthető-e. Ezek történetiesítve vannak. Ez voltak éppen az ember fiának a szenvedés története. Az ember fia, ő is. És miután Krisztusban férfi alakban testesült, ez a férfi Kálváriája. Tehát ez nem a női minőségnek a keresztútjárása, hanem a férfié. És hogy milyen gyönyörű ez a rendszer, azt az mutatja, hogy a nő Kálvária, nő tudjuk, ez a hold minőség, az 12 szakaszos. Tehát az a napnak a rendszerében fejlik. Miért? Mert szenvedése a hold tulajdonságnak a nap keretében bontakozik ki. A napnak, tehát az igazság napján, a Krisztusnak hány stációból áll a keresztútjárása? 14-ből. Na és az is napnak a ritmus száma. Hát a holdé. Érthető? Tehát az ő szenvedés története, mint nap héroszé, tehát igazság napja, ő neki viszont hold keretekben bontakozik ki. És mert hold keretekben, ezért a 14. stáció is még holdként jeleníti meg. Ugyanis a 15., amit ma már bele szoktak sorolni, az a feltámadás. De a keresztútjárás eredetileg 14 stációs. És a 14-ben még mindig lent van. Tehát holt állapot. Na tehát, hogy itt valójában, amit mi úgy kapunk, hogy ez már nem magyar, ez már nem ősvallás, hanem ez egy Szent Istváni térítés, és ezért judeokrisztián, és ezért nyugati hozadék, hát ebből körülbelül az és az, ami stimmel. Az összes többi felejthető.
Tehát itt arról van szó, hogy nekünk a mi hagyományunkban, amelyik nemhogy nem hozadékként, hanem a leglényegesebb tételeként ismeri a krisztusi keresztutat, abban bizony mindannyiunk, aki férfinek születtünk, ezen át kell, hogy menjen. És ezen így csak a férfiak. Miért? Mert egy férfinak a következő, meg az azt követő, ugye elesik a kereszttel, ugye az első bukás, mikor történik meg? Amikor az ember elkezd járni. Ugye? Az első az, hogy elesik. Jézus elesik a kereszttel. Aztán kivel találkozik? Az anyjával. Tehát amikor a férfi először az anyában meglátja a nőt, ez egy katasztrófa. Tehát itt billen egyszer. De számára eddig szentség volt az anya, most meg egy nő. Nem tudom, érthető a dolog. Tehát itt olyan gyönyörűen lehet az ember élet egyes szakaszaira érvényesíteni, és akkor jön rá az ember, hogy ez nem kioktató jellegű tanítás volt. Ez átélető jelleg. Tehát engedi, hogy átélje az ember azt, ami az ember fia mi voltával jár egy. És ennek mutatja meg a legmagasabb szintű megjelenését ebben a krisztusi keresztjárásban. Na most erre azt lehet mondani, hogy jó, hát ez most duma-duma, mert akkor most vagy a krisztusi keresztjárást fogadom el, mint a balladák férfi megfelelőjét, vagy a hőséneket. És erre mondom én, hogy nincs vagy-vagy, is van. Tehát magyarán minden magyar hősének főszereplője maga Jézus Krisztus. Most ezt tudom, hogy kibuktatja itt nem csak a szigorúan vallásos neveltetésűeket, hanem majdnem azt mondom, hogy mindenkit. Meg tudom érteni, erre tessék aludni. Én úgy fogalmaztam meg, mint eddigi felismerésekből elég keményen következő tanúságot. De nem úgy, mint hogy mondjam, bárkire ráerőltethető tanítást. Nagyon fontos tételről van szó. És miért nagyon fontos ez a tétel? Azért, mert a magyar hősének hőse sohasem mások rovására győz. Nem tudom, megfigyelték-e. Kerekes Izsák se. Hanem magát áldozza föl a rábízottakért. Na most, ha ez nem krisztusi magatartás, akkor mi a bánat az? És ez a magatartás döntően különbözik azoktól a hős ének hősök magatartásaitól, akik viszont abban élik ki önmaguk hősiességét, hogy másokat legázolnak. Na most erre megint azt lehet mondani, hogy kevés példa alapján általánosít, déli bábos, romantikus, stb. Jó. Akkor most nézzük meg a Zrínyiászt. Barokkor van, Zrínyi Miklós a fiatalabbik, a hadvezér és költő, és megénekli a nagyapjának a szigetvári hőstettét. Na most, ezzel annyit vacakoltak már irodalomtörténészek, hogy az ember már tényleg azt mondja, hogy elég már, hagyják már abba. Hát ne a fáraó a strucnak az ürülékét eszi, a struc a fáraó ürülékét, mert ez folyik most irodalomtörténetben. És akkor mindegyik elél ugye a végtelenségig. Tehát itt nem erő, teljesen egyértelmű a Zrínyiásznak, tehát a szigeti veszedelemnek a tanúsága. Úgy adják el nekünk, minthogyha ez a Héros Krisztiánus, vagy a krisztusi hős. Nem arról van szó, maga Krisztus. Honnan tudjuk? Hát onnan, hogy maga Krisztus a keresztről szól le hozzá, amikor az öreg Zrínyi a szigeti veszedelemben belátja, hogy már nincs kiút. Tehát most vállalja ezt a sorsot, vagy tisztességgel föladja a várat, ami nagyon is elképzelhető lett volna. És akkor van az, hogy Krisztus leszól hozzá a keresztről, és a saját szerepét áttestálja Zrínyi Miklósra. Ne tessék ám észrevenni. Ne tessék, mert nem fogják kifizetni a tanulmányát. Tehát van teljesen döbbenetes, hogy hogy beszélnek mellé. Hát ezt nekünk annak idején az egyetemen tanulni kellett. Na most én a nagyon vidáman ugye kidolgoztam, mert elolvastam az Zrínyiászt. Hát ezt kevesen teszik meg. Egyébként egyáltalán nem nehéz olvasni, hogy félreértés ne essék. Tehát elolvas az ember, és látja, hogy itt nincs miről vitatkozni. Hát ez nem az a bizonyos Krisztiánus, tehát aki egy keresztény hős, ez nem, ez maga Krisztus. Tehát Krisztusnak
a földre